A Ceglédi járási ügyészség gyorsított eljárásban több rendbeli rongálás vétsége miatt állította bíróság elé azokat a fiatal férfiakat, akik Cegléd Belcelen számos lakóépületet és középületet összefirkáltak. A fiatalok több más mellett a rendelőintézet, családi ház, egy iskola, szabadidőpark, művelődési központ kerítését, falát is összefirkálták. De a Málen kirobott emlékművet sem kímélték. Az emlékműre és az eset okozta közfelháborodásra tekintettel fellebbezett további jogkövetkezmények kiszabásáért az ügyészség. A járási ügyészség álláspontja az, hogy a járásbíróság ítéletén túlmenően szükséges a végrehajtás felfüggesztésének időtartamára külön magatartási szabályként előírni mindkét fiatal felnőtt férfinek, hogy ezen sajnálatos esemény körében keletkezett filmet, illetve készült könyveket olvassák el, és ezek elolvasásáról, ezek megértéséről számoljanak be a pártfogófelügyelet végrehajtását ellenőrző pártfogófelügyelőnek. A járási ügyészség bízik abban, hogy a másodokon eljár a Budapest környéki törvényszék helyt ad ennek az ügyész érvelésnek. Nemhogy hasonló büntetés nem volt még eddig, de a Ceglédi járásbíróság által kiszabott jóvátételi munkára sem volt még példa. Ezt a jogintézményt ugyanis a tavaly hatályba lépett új büntető törvénykönyv vezette be. A jóvátételi munka kiszabására akkor van lehetősége az illetékes bíróságnak, ha a büntetéssel fenyegetett bűncselekmény a 3 évet, mármint a büntetési tétele 3 évet nem haladja meg, és bízhat abban a járásbíróság, hogy az egyébként különös méltányos tényleg körülmények fennállta esetén elegendőnek mutatkozik a büntetéssel elérni kívánt célok érdekében ez a speciális intézkedés alkalmazása is. Ennek időtartama általában 1 év, ez idő alatt kell a jelen esetben 120, illetve 150 órát teljesíteni a fiataloknak. Remélhetőleg ez idő alatt megértik, hogy amit tettek, az nem elfogadható. Emellé pártfogó felügyelet alá is helyezte őket a bíróság. Az ügyészség pedig a külön magatartási szabály előírásáért is fellebbezett tehát.